Az elmúlt hét péntekén volt egy sváb bál a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolában. Stábunk kint járt, tekintsék meg összeállításunkat. Két héttel ezelőtt angol es, most pedig svábbal van a két tannyelvű általános iskolában. Igen, ez is egy hagyomány, mint az angolest. Minden évben farsang idején tartjuk meg a svábbált. Hagyományosan az alsós osztályaink sváb népi táncot adnak elő, és utána pedig egy kavalkád következik. Általában valamilyen témát választunk az a műsorunknak, most éppen a film volt a téma, úgyhogy mint a plakátok is mutatják a falon, különböző filmek zenéjét dolgozták fel a gyerekek az előadásukban. Itt érezni magunkat, mert minden évben nagyon színvonalas előadások vannak, és minden évben van egy koncert, és a büfé is üzemel. Remek. És mit adtatok elő? Mi több film keverékét adtuk elő, többek között a James Bond és a Romeo és Julia keverékét. Hogy készültetek erre a produkcióra? Hát körülbelül két héttel előtt elkezdtünk folyamatosan próbálni, napi egyszer-kétszer. És mit éreztetek, hogy milyen siker volt? Hát a közönség eléggé tapsolt, tehát szerintem maximális siker volt. Fergeteges buli hangulat van itt a két tannyelvűben. Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Kicsit bővebben te mondtál. Remekül. Te is mondj egy jelzőt. Hát nagyon jól, mert itt nagyon jó a zene, és lehet bulizni. Itt vagyunk a sváb bálon, és láttam, hogy tombolán nyertél. Nem is egy dolgot, hanem? Kettőt. És mi ez? Pontosan elmondod a kedves nézőknek, hogy mit lehetett kérni? Egy 3D-s kirekót, és egy könyvet. Mutassuk meg a nézőknek, hogy milyen könyvet nyertél. Hát, hogy egy német nyelvű könyvet, akkor ezek szerint te német szakos vagy, ugye? Igen. És miért pont a német szakot választottátok? Hát, nem én választottam. Hanem? Hát, anya választotta. Akkor megkérdezzük az apát, hogy miért pont a németet a két tannyelvűből. Hát megmondom őszintén, hogy mi igazából pedagógusokat szerettünk volna választani. Végignéztük annak idején a kerületen belül több iskolát is. És egyrészt ennek az iskolának a szellemisége szimpatikus volt, és két fantasztikus pedagógussal tanulhatnak a gyerekeink. Szeretsz ide járni? Igen. Mit szeretsz a legjobban ebben a suliban? Hát, hogy van svábbal. Azt láttuk, hogy a gyerekek mit adtak elő, de hát a tanárok is táncoltak. Igen, ez is egy hagyomány. Most éppen a Mamma Mia egyik betétdalát, tehát egy régi Abba slágert táncoltunk el mi is a gyerekeknek, a Dancing Queen-t. Újra ismerős arcokkal találkoztunk, itt már a hatos csatorna nézői tudják, hiszen az egyik kitüntetettje voltál a kerületnek idén. Most meg itt vagyunk a sváb bálon, a két tannyelvűben. Hogy érzed magad? Nagyon jó, jó a hangulat. Mindig a másodszor vagyunk itt idén. Két éve elride a fiam az iskolába, és mindig nagyon jó hangulat. Ezt látom, hogy mosolyogsz, és te is jól érzed magad. Mi tetszett eddig a legjobban? Az ötödikesek produkciója. Az mi volt? Egy pingvinek voltak. És mit játszottak? Hát azt nem tudom pontosan elmondani. Hát ez nem is lényeges, az a lényeg, hogy a pingvinek produkciója tetszett a legjobb. Te a második alban jársz, ezt most már megtudtam. És ti mit adtatok elő? Mi a muzsika hangjait. Hú, hát az egy nagyon jó film. Láttad azt már filmet? Nem. Hát akkor szerintem itt lesz az ideje, hogy apát megfűzt, hogy megnézzétek, mert nagyon-nagyon-nagyon jó film. Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól.
Mi tetszett eddig a legjobban? A műsorok és a tombola húzás. Tombola nyertél valami? Igen. Mi volt az a valami? Hát egy CD, egy könyv, egy zsírkvéta, egy labda, egy lufi, és egy zsiráf. És nem mondod komolyan, hogy ennyi mindent nyerte a tombolán. Hát te mázista vagy, mondjuk ki szépen. Köszönöm. És most már halljuk itt a sváb zenét. Miért pont a németet választottátok? Hát, mert ez könnyen, meg a nagybátyám is németül tanul, meg Németországban él. Akkor ezek szerint, hogyha kimentek hozzá, akkor németül is beszéltek vele? Igen. Hát akkor most megkérdezünk téged is, hogy hogy érzed magad, mint szülőit, mert hát azért ez egy szülő-gyermek bál tulajdonképpen. Igen. Ezúttal is nagyon jó a bál, és nagyon jól érzem magam. Köszönöm szépen. A gyerekek nagyon jól táncoltak, és nagyon lelkesen készültek a pedagógusokkal együtt, és nagyon jó így látni őket, hogy milyen összmunkával dolgoznak évről évre, és fantasztikus, amit csinálnak. Nagyon jó. Itt vagyunk a sábálon, szünet van. A zenekar vezetőjét kérdezem, hogy hogy érzitek ti magatokat? Köszönjük szépen. Nagyon jól érezzük magunkat. Örülünk a lehetőségnek, hogy itt a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolába is bemutatkozhatunk. Milyen repertoárt hoztatok? Elsősorban fiatalos repertoárt, ugye felhívták a figyelmünket arra, hogy itt nagyon sok gyermek lesz, úgyhogy igyekeztünk ilyen anyagokat is feltenni a repertoárunkra, amik még eddig nem voltak. Meglepődtetek a felkérésen? A svábálos felkérésen nem, azon már inkább, hogy ez péntek délután ilyen 7 órától 10-ig tart, mert ugye általában a bálok, amiket vállalunk, a szombaton este 8-tól hajnal 4-ig szokott tartani. Hát gondolom az iskolások pénteken tanultak egyet, és most szórakoznak. Igen, így igaz, úgyhogy ez volt a magyarázat, mikor én is ezt megkérdeztem, hogy akkor itt most mit is kell játszani, meg miért is ilyen rövid az időtartam. Egyébként azt láttam, hogy nagyon-nagyon jó hangulat van, tanárok, szülők, gyerekek együtt mulatnak. Igen, ennek örülünk mi is, úgyhogy bízunk benne, hogy a második körben is ugyanez a mentalitás lesz. Annyi mindent megtudtunk már erről a bárról, hogy hogy érzik magukat. Én most azt kérdezném, hogy egy család hogy készül egy ilyen bárra? Igen, a kislány, amikor megkapta a szöveget, tehát gyakorlatilag már a készülés az nekünk olyan 2 hónapja kezdődött, megkapta a szöveget, ez a Mary Poppinsnek volt egy elég furcsa ilyen betét dala, és ez németül még viccesebben hangzik, ez a Superflárik, jó, ezt sem tudom most már mondani, de egyébként ezt mondtuk mindannyian nagyjából 2 hónapig, úgyhogy ez nekünk is egy ilyen kihívás volt, már csak az is, hogy ne unjuk meg, és így ne tépjük le az arcunkat, de ebből látszik egyébként, hogy mennyire felkészültek a tanárok, hogy elég hamar megkezdik a munkát. Anyától már megtudtuk, hogy hogy készültetek a bárra. Én tőled most egy nagyon-nagyon nagy dolgot fogok kérdezni, itt megy a közös kalizsára közben, hogy egy pici részletet németül elmondasz nekem a műsorból? Superkalifragilistik expialigétis, dieses Wort in Deutsch und Deutsch, Fruchtbeweisintetis, Vereslaugenugavzaschein, Klug und Fassprophetis, Superkalifragilistik expialigétis. Miért pont ezt a sulit választottátok, és miért pont a német nyelv? Azt gondolom, hogy a német után az angol az már így könnyebb lesz a gyerekeknek. Másrészt meg az igazság, hogy elég alapos voltam, eljöttem, eljártam egy csomó iskolába, megnéztem a tanítónéket, és ebbe az osztályban a tanárnők voltak a hát nagyon szuperek, tehát tényleg már ott az órán látszódott a próba tanításon, hogy a 26 gyerekből 15 így esett ki a padból, akkor vetítettek nekik, tehát egy interaktív órát tartottak, ami nagyon fontos szerintem manapság. És a német tanítás is nagyon jó, ugye erről hallottunk. Szerintem a legjobb iskola egyébként nem csak a kerületben, hanem akár Budapest központjában is. Miért tartott fontosnak, hogy eljegyere az iskolákba rendezvényekre? Hát egyrészt a gyerekek miatt, hogy megnézem a műsort, amit adnak, ami fantasztikus volt ma. Én egy kicsit beszélek németül, tehát az is egy kicsit a szívem csücske. És hát nagyon sok gyerek könyvtárban járó, meg nagyon sok családdal bensőséges kapcsolatban vagyok, és a tanárok közül is sokkal. Tehát ez nekem érzelmileg is fontos, hogy eljöjjek.
Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Nagyon jól érzem magamat, és nagyon tetszik a zene is. És hát nagyon dicsérnek minket a tanárok, hogy ilyen jók voltunk és hangosak. Hát igen, én is hallottam itt nagyon sok jót, hiszen a harmadik ások, ma azt hiszem, hogy teljes létszámban szinte felvonultak itt a interjú kapcsán. Neked mi tetszett eddig a legjobban a ti műsorotokon kívül? Nekem a kacsatánc tetszett a legjobban. Ti haverok vagytok egyébként, amikor nem a suliba járt? Igen. Hát mit jelent a haverság? Hát úgy, hogy, hát, hogy barátok vagyunk. Én jó barátok. Szoktatok-e összejárni a suli után? Hát nem nagyon, de néha. Hát én nem szoktam. Hát nem, mert ketten szoktunk maxi néha. Misivel? Sokjai. Szoktatok. És mit szerettek ebbe a suliba a leges-leges legjobban? A leges legjobban a tesit. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag. Akkor most köszönjünk el a kedves nézőktől, természetesen stílusosan németül. Auf Wiedersehen. Ez volt tehát a Schwabbál. A témát tovább folytatjuk Martikán Beatrix-el, az iskola igazgatójával. Tisztelettel köszöntöm, igazgató asszony. A belváros szívében ez a két tannyelvű általános iskola egy egész jó helyzetben van, legalábbis én úgy gondolom. Először is amiatt, hogy nagyon jó helyen van. Másodszor azért, mert én legalábbis úgy értékelem, hogy ez egy kiemelt intézmény. A harmadik pedig egy két tannyelvű általános iskola, az mindig egy pici presztízst ad az iskolának. Ön egy pár hónapja vette át az igazgatói teendőket, de 27 éve tanít, és 27 éve ezen a területen van, és itt Terézvárosban. Milyennek tekinti az elmúlt fél évét? Munkás és gyorsan pergő fél év volt. Egészen más, mint a korábbi 27 év, amit itt eltöltöttem, de természetesen mindaz, amit most csinálok, abból táplálkozik és arra építkezik, amit a korábbi években én magam, illetve együtt a többiekkel elvégeztünk. Egy iskolának nagyon nagy mértékben meghatározza a jelenét, az, hogy milyen múltat ápol, milyen hagyományokat ápol, és abból hogyan próbál megépítkezni. Nem olyan rég volt angolest, most ugye ez a Schwabbál. Ezek régi hagyományra tekintenek vissza? Nagyon régiek. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy amióta két tannyelvű lett az iskola, vagy majdnem akkor kezdődtek ezek a hagyományok. Azt hiszem, hogy előbb a Schwabbál hagyománya alakult ki, és később az angolest. Ez évente, vagy majdnem minden évben megrendezésre kerülő két nagy esemény az iskolánkban. Ez a két tannyelv, akkor ezek szerint, ha jól gondolom, akkor az angolt és a németet jelenti. A szülők mindig azt gondolják, hogy a gyermekeknek rögtön nyelveket kell tanulni, ahogy belépnek az általános iskolába. Mit jelent konkrétan az, hogy egy iskola két tannyelvű, mert szerintem azok az emberek, akik ezt közvetlenül nem tapasztalják meg, nem is tudják. Hogyan épül föl az oktatási rendszer a két tannyelvűnek? Igen, valóban vannak tévhitek ezzel kapcsolatban, illetve egészen külön kell választani a középiskolai két tannyelvű oktatást és az általános iskolait. Erre azt is szokták mondani, hogy korai két tanítási nyelvű oktatás. Nem kívánunk, nem követelünk meg nyelvtudást, amikor a gyerek belép az iskolába. Az első két év az tulajdonképpen egy játékos felkészítés, játékos előkészítés a következő évekre, de mind a mellett komoly munka, hiszen heti 5 órában már akkor is tanulják a gyerekek a nyelvet, és a későbbiekben is. Ez azt jelenti, hogy az 5 órából 4 órában nyelvtanár, 1 órában pedig lektortanár foglalkozik a gyerekekkel. Mit jelent az, hogy lektortanár? Hogy anyanyelvi tanárt foglalkoztatunk angolból is, illetve németből is. Ez a jó kiejtés, a helyes hanglejtés. Így van. És ez az első két évben különösen fontos, mert akkor lehet ezt még a gyerekekkel könnyedébben elsajátítani. Nem megterhelő-e a gyermekek számára alsó tagozatban, rögtön a kezdetek kezdetén az, hogy plusz 1 órájuk van? De azt gondolom, hogy igen. Tehát azért jól meg kell gondolni, hogy melyik gyerek alkalmas a két tanítási nyelvű oktatásra.
Tehát ez azért heti 5-6 plusz órát jelent a gyerekeknek, még akkor is, hogyha ez kezdetben játék, időben azért az egy megterhelés. Hát azért tudjuk, hogy 45 perc lekötni egy gyermeket nem annyira egyszerű, pláne akkor, hogyha az egy idegen. De pontosan ettől lehet nagyon vonzó is. Melyik a divatosabb nyelv jelen pillanatban, a német vagy az angol? Mindig az angol volt a divatosabb. Az angolt talán egy kicsit a divat szempontjából választották a szülők, a németet mindig tudatosabban választották a szülők, mi ezt így tapasztaltuk, de az utóbbi években úgy érezzük, hogy a német iránt is megnyilvánul az érdeklődés egyre jobban, talán pont azért, amit magunk körül tapasztalunk. Tehát. Hát hiszen az Európai Unióban, német kapcsolatokban, így ugye van. Abban van perspektíva, vagy talán egyre inkább nyílik perspektíva és lehetőség. Menjünk vissza magára az általános iskolára és a kétanyelvű oktatásra. Említette ezt a Schwabbalt, illetve az, hogy hogyan épülnek föl az órák, de még a felső tagozatig nem jutottunk el, tehát első két évben ugye játékos nyelvtanulás lektor segítségével. Utána hogyan fokozódik a képzés, vagy mivel egészül ki? A képzés harmadik osztálytól is ugyanígy folytatódik, tehát a heti 5 óra az ugyanígy megvan, csak akkor már a rendes, úgymond nyelvtanszerű nyelvtanítás folyik, természetesen nagyon kommunikatív formában. És hát céljaink is vannak, annál is inkább, mert a köznevelési törvény most már nagyon komoly kritériumokat ír elő a kétnyelvű iskoláknak, úgyhogy 6. illetve 8. év végén a diákjainknak vizsgát kell tenniük, és egy bizonyos A2-es, illetve B1-es szintet el kell érniük meghatározott százalékban ahhoz, hogy az iskola működni tudjon, úgyhogy nagyon sokat dolgozunk ezért mi is, és a gyerekek is, hogy ez sikerüljön. Illetve amit még nem mondtam el, hogy az 5 óra mellett első osztálytól kezdve 3 szakórát idegen nyelven tanulnak még a gyerekek. Ez a különböző évfolyamokon és a két nyelven más és más lehet. Alsó tagozatban inkább készségtárgyakat jelent, felső tagozatban inkább szaktárgyakat. Na most ez a nehézsége, és tulajdonképpen ez ad meg nagyon sok mindenhez alapot, hogy egy másik tantárgyat nem anyanyelven tanul az ember. Melyik tárgyak kerülnek kiválasztásra, és milyen szempontok alapján? Az alsóban a készségtárgy, ez rendben van, mondjuk egy rajzot vagy egy éneket angol tanítunk, bár mondjuk nehezen tudom elképzelni magyar népdalt, angolul magyarázzon egy tanítónéni, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, mi legalábbis úgy építettük fel a pedagógiai programunkat, hogy megmaradt a magyar nyelvű énekóra is, és mellette párhuzamosan van egy német énekórájuk, és ott nem magyar népdalokat, hanem német dalokat, gyerekdalokat tanulunk, illetve tanítanak a gyerekeknek a kollégáim. Felső tagozatban a szaktárgyak kiválasztása az egyrészt törvény által meghatározott, másrészt pedig hát tulajdonképpen a mi választásunk. Melyik a mi törvény tanári, által megvan? Mondjuk például a köznevelési törvény előírásai szerint most 7.-8. osztályban már kötelező lesz szeptembertől egy természettudományos tárgyat is bevennünk a tanított tantárgyak közé. Ezen kívül olyan nagy megkötések korábban azért nem voltak, tehát leginkább a tanári felkészültség, a tanári ellátottság határozta meg, hogy mit tanítottunk. Ez azt jelenti, mondjuk, hogyha egy ilyen tárgy esetén mondjuk a földrajzot veszem, az mondjuk lehet egy választható tárgy idegen nyelven, akkor ott fantasztikus jól kell beszélni az idegen nyelven a pedagógusnak. A pedagógusnak tanári diplomával kell rendelkeznie mind a két tárgyból, tehát azt taníthatja az idegen nyelvi tantárgyat. Így van, akinek van német szakos és földrajz szakos diplomája. Na most ezért erre nem lehet könnyű tanárt találni. Talán nem könnyű. Igen. Van-e ez irányú képzés, hiszen ahhoz, hogy jó szaktanáraink legyenek, és valóban jó eredményt lehessen elérni, ahhoz ugye a felsőoktatási rendszernek alkalmazkodnia kellene, illetve előkészíteni ezeket a szakaszokat. Mit tapasztal ebből? Általában azt kell mondjam, hogy van képzés, ugyanakkor épp úgy szerintem, ahogy a pedagógia, illetve az iskolákban általában jelentkeznek a gondok úgy ezen a téren is, tehát a természettudományos tárgyak terén vannak a legnagyobb problémák. Tehát matematika, fizika? Igen. És van rá igény egyébként? Tehát a szülők azok nem próbálnak, mert a szülőkről tudjuk, hogy csak szülők, tehát az egyik azt szeretné, hogy minél több legyen, a másik az, hogy atya, úristen, hát a matek amúgy is nehezen megy az én gyermekemnek, hát ha azt még esetleg németül kell megtanulnia. Ez még nem merült fel kérdésként, mert ez a jövő zenéje, tehát a következő évtől kezdjük ezt mi is bevezetni. Egyelőre a keresés stádiumában vagyunk, tehát, hogy találjunk megfelelő pedagógust, egy megfelelő szakirányjal.
És hát szülői igény ilyen értelemben nem jelentkezett, és mondom, nem arról van szó, hogy innentől kezdve a matematikát angolul vagy németül tanítjuk, hanem ugyanúgy megmaradnak a normál magyar nyelvű szakórák, és mellette plusz egy órában fog a gyerek majd idegen nyelven tanulni egy tantárgyat. Viszont ez rettentő, vagy nem is rettentő rossz kifejezés használtam, hanem hihetetlen nagy előny lehet egy gyermek számára akkor, amikor esetleg tényleg egy két tannyelvű gimnáziumba megy, ahol már egy adott szaktárgyat valamilyen nyelven kell megtanulni, nem beszélve arról, hogy esetleg milyen ajtókat nyit meg egy ösztöndíjhoz, egy cserediák programhoz, amelyek szerintem a mai napig is élnek. Térjünk vissza a Schwabára és a hagyományokra, hiszen ebből indultunk el. Vannak, gondolom, olyan pályázati lehetőségek, illetve olyan források, amelyekből ezeket a pluszokat finanszírozni tudja az iskola. Melyek ezek? Nagyon sok segítséget kapunk a kerületi önkormányzattól, természetesen pályázatok formájában. Most például az 5-10 írt ki olyan pályázatot, amellyel az angol estünket tudták segíteni áttételesen. Kihasználunk minden egyéb lehetőséget is, saját alapítványunk is van, amely most épül, tehát egy új alapítvány, amely most kezdte meg a működését, de azt hiszem, hogy a jövőben nagyon sok mindenben számíthatunk rájuk is. Ezen kívül pedig mindent próbálunk megtalálni. Támo projektben benne vagyunk, amelynek éppen hamarosan a zárása következik, de már egy másik projektet végigítünk. Egy innovatív kétanyelvű oktatás Terézvárosban címmel kezdtük el körülbelül 2 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag a kétnyelvű oktatáshoz, de egészséghez, egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat lehetett ebből finanszírozni. Mennyire szeretik a fakultatív programokat, az ilyen típusú, úgymond plusz megterheléseket, de pluszt adó programokat a diákok? Na, nagyon szeretik, ez egy kicsit kilépés a szűkös, vagy nagyon megszokott hétköznapi keretekből. Tehát akkor ezek szerint lehet jól mozgósítani a gyermekeket? Lehet, igen. Hát persze programja válogatja, tehát azért az rögtön kiderül, hogyha valami nem a kedvükre való, de azért azt mondhatom, hogy elég jól sikerült összeállítani ezeket a programokat. A Schwabáról látták az összeállítást a kedves nézők, azért nem nagyon arról szeretnék kérdezgetni, sőt az angol nyelvű esten is voltunk kint forgatni, de ettől függetlenül. De nézzük meg, hogy a nyelvhez köthető programok közül ezen a kettőn túl mi az, ami érdekességként vagy pluszként szolgálja az évet? Hát több tábort is szerveztünk például a nyár folyamán, illetve idén nyáron is szervezünk, már szervezés alatt van egy schwab nyelvi tábor, illetve angol tábor is készülődik, és több utazáson is részt vettek a diákjaink. Ez egy cserediák program egyrészt, amely most már több éves kapcsolatra nyúl vissza egy Kir nevű kisváros, németországi kisváros iskolájával, illetve évek óta Oberfellachban töltenek egy-egy hetet az év során valamikor a diákjaink egy osztrák kisvároskában. Mi alapján kerülnek kiválogatásra a gyerekek? Jelentkezés alapján. Nem kell válogatni őket, tehát még olyan nem volt, hogy válogatni kellett volna, hanem aki jelentkezett, az el is tudott utazni. Furcsa kérdés. Természetes, hogyha báli szezonról beszélünk, akkor schwab bárról beszélünk, hogyha schwab zenéről beszélünk, akkor schwab zenéről beszélünk. Miért ezeken kívül a németet vagy a schwab kifejezést használják inkább? Illetve van-e valami különbség a klasszikus német és a schwab nyelv között? Hát hogy ne lenne? Hát tulajdonképpen mi nem vagyunk nemzetiségi iskola, ugyanakkor tiszteljük a nemzetiségi hagyományokat, és ha már egyszer német nyelv ugye az egyik központi nyelv az iskolánkban, úgy gondoltuk, hogy akkor a magyarországi német nemzetiségi hagyományokat is fontosnak találjuk, és így indult a schwabbá gondolata is. És hát ezért tanulnak a diákjaink schwab néptáncot is, tehát az alsó tagozatosok néptáncot tanulnak. Gondolom, hogy ez izgalmas és érdekes lehet, és egy kicsit más, mint amilyen egy magyar néptánccsoport élete. Mennyire frekventált az iskola olyan szempontból, hogy diplomata gyermekek járnak esetleg az iskolában? Iskolába? Inkább az angolos osztályokban jellemző ez, hogy itt szolgálatot teljesítő külföldi családok beiratják a gyermekeiket, úgyhogy elég sok ilyen diákunk van, de valamilyen magyar nyelvtudással rendelkezniük kell ahhoz, hogy hozzánk járhassanak, hiszen mi alapvetően magyar nyelven tanító iskola vagyunk. És mint ugye a migráció, emigráció mostanában elég sokat előfordul, mennyire nyitottak a gyermekeink arra, hogy külföldi anyanyelvű ajkú diákok érkeznek az iskolába, mennyire segítik az ő itteni beilleszkedésüket? Nálunk ez nagyon könnyen megy.
annyira egyértelmű, hogy ott vannak közöttünk, hogy ez senkinek nem jelent problémát, sőt már olyan kezdeményezés is volt az iskolában, és évek óta megrendezzük a Népek Napja nevű rendezvényünket, ahol tulajdonképpen bemutatkozhatnak a nálunk tanuló diákok, illetve a családjaik bemutathatják a saját hazájukat, kultúrájukat. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt nekünk, igazgatóasszony, és én itt hívnám föl a kedves nézők figyelmét, hogy a héten tartjuk az Anyanyelvek Világnapját, a szerdai Nagykörút Extra című műsorunk erről fog szólni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt köszönöm.